Sziasztok, üdvözöllek benneteket a Starkish mozdonyai csodálatos világában. Egy újabb gőzmozdonyt hoztam nektek, amelynél igyekeztem megalkotni a tökéletes gőzmozdonyt. Mit is jelent ez? Nyilván nézzen ki jól, úgy mint egy gőzmozdony. Legyen hatékony, mind sebességben, mind fogyasztásban és erőben. Ezt mindet tudja, és legyen nagy hatótávja. Tehát minél messzebbre el lehessen vele menni, valamint férjen át szűk kanyarokban, illetve majd látni fogjátok, hogy bizonyos olyan átjárókban, ahol át kell férnie, van ugyebár egy olyan remíz, ahol elég alacsonyan van a bejárat, ezt majd látni fogjátok, ott be kell férni, hogy egészen éjszakra fel tudjunk vele menni, ugyanis ma oda fogunk menni, de mielőtt többet mondanék erről a mozdonyról, ennek a videónak már egy támogatója, úgyhogy egy rövid kis reklámblokk következik, cserébe a videó tovább részén nem lesz semmilyen reklám. A csatorna támogatója Gamivu, amely egy internetes webáruház, ahol főképpen digitális játékkulcsokat, tehát számítógépes játékokat és ajándékkártyákat tudtok vásárolni. Ha körbenéztek az oldalon, láthatjátok, hogy jó áron tudtok játékokat beszerezni, és hogyha használjátok a leírásban lévő linket, akkor 5% extra kedvezményt kaptok, és még a csatornát is tudjátok vele támogatni. Úgyhogy ha érdekel, csekkoljátok, most pedig térjünk vissza a videóhoz. A mai mozdonyunk és az előző részben bemutatott mozdony között sok a hasonlóság, viszont igyekeztem itt azokat a hibákat nem elkövetni, amelyeket ott elkövettem. Úgyhogy haladjunk végig az elejétől a végéig, és megmutatom, hogy mi hogy működik, itt majd azért lesznek hasonlóságok, de vannak jelentős javulások. Nos, hát fényszóróban ugyebár van lent és fent egy kicsi, illetve a spotlightot azt megtartottam, mert szerintem ez egy tök jó kinéző történet. Van rajta kamera, bent van egy 2x2-es monitor, amivel lehet nézni az elejét, természetesen ezzel lehet zoomolni is, ez szerintem egy hasznos dolog. Itt ugyanúgy hózékon keresztül vezetem a gőzt, és itt jön ki a gőz egyből az elején, itt van ugyebár egy sebességmérőnk. Ha megyünk tovább, itt lehet feltölteni magát a víztartályt, hogyha esetleg után kéne tölteni, de van benne nagyjából ilyen 16-17 ezer liter, hogyha jól tudom, ez rengeteg, ez nagyon sokáig elég, majd látni fogjátok, itt az elejében amúgy nagyjából ekkora víztartály található, illetve a szén, az pedig fent húzódik végig, abból igyekeztem többet tenni, de magasra kell tenni, hogy lefelé belemenjen, úgyhogy mindenféleképpen csak oda tudtam tenni, ahol most elhelyezkedik benne. Itt a boilerünk található, itt a kis ajtó mögött, ebben a mozdonyban egy boiler található, és az egész mozdonyt egy boiler hajtja, erre mindjárt visszatérünk. Itt látható, hogy vannak itt amúgy az oldalán ilyen picikek is lámpácskák, ez azért kell, hogy ha este használja valaki, mert mondjuk nem állítja az időt, akkor lehessen mellette látni, a másik nagyon sötét volt így, hogy nem volt rendesen kivilágítva. Ugye itt van egy kis szervizkocsink, ami kötelezően használandó a mozdonyhoz, enélkül nem is fog jól működni, hisz akkor a gőzt nem fogja amúgy kifújni. Együtt kell a kettőt leszpónolni, mert ez így alkot egy egészt. Beszéljünk egy kicsit a meghajtásról. Ugye, ha ránézünk erre, aztán vetünk egy pillantást a monstrumra, akkor láthatjuk, hogy ennek tulajdonképpen több kereke van kettővel, mert ugye ezt egybe kell nézni szervizkocsistól. Hogy lehetséges ez? Hogy ez mégis mobilisabb, de hogy több kereke van. Na most, maga a mozdonyunk az kettő forgóvázzal rendelkezik, ugyebár mindegyiken található három tenge és a dugattyú. Ezek a forgóvázak mind forognak, egyik sem fix, ami a mozdonyon található, és mivel a mozdony és a szervizkocsi ilyen kis ügyes megoldással van összekötve, kicsit durván néz ki, szerintem nekem nagyon tetszik, és nem tudom, hogy ennek pontosan ennek a kapcsolódásnak mi a neve, nem is lényeg, ugye már van a fix mozdonyunk, és a szervizkocsi az tökéletesen tudja a kanyarokban saját magát pozícionálni, ezáltal nincs azzal a gond, hogy merev lenne a szerkezet, és esetleg beragadnak kanyarokba, és emiatt túl sok sebességet se veszít, valamint nem csak hogy saját magát, hanem ugye az egész mozdonyt ugye hajtja a szervizkocsi is. Na ez hogyan lehetséges? És itt jön a legérdekesebb változtatás, ugyanis egy boilerünk van. Viszont ebből az egy boilerből nem három felé, csak egy felé megy a gőz. Először a mozdony elejébe megy be, és itt a dugattyút meghajtja, ami ugye meghajtja az első három tengelyünket, ezután az a gőz ott felmegy, és legközelebb itt jön ki. Ez a használt gőz még azért meghajtja ezt a dugattyút is, és hogyha itt végzett, akkor megy szépen tovább, átmegy a szervizkocsiba, és meghajtja ezt a hátsó dugattyút, majd végül hátul ott fent azon a kéményszerű valamin távozik. Tehát tulajdonképpen a gőzünk az összes dugattyút meghajtja, úgyhogy mindegyiken végigmegy. Jogosan merül fel a kérdés, hogy ez tényleg működik? Tényleg működik. Felpolcolva is megnéztem. Induláskor nyilván az első dugattyú indul be kicsit gyorsabban, utána a következő is felgyorsul, és a harmadik is felgyorsul. Tehát meg kell várni, hogy a gőz átjusson a különböző dugattyúkon, illetve csövezeteken. De tökéletesen működik, és brutálisan erős.
Még talán azt merem mondani, hogy erősebb, mint a másik, mert itt sokkal hatékonyabban lehet használni, hisz egy kazánt, vagy egy boilert kell fűtenünk, az gyorsabban tudjuk ezáltal hűteni is, úgyhogy egy sokkal hatékonyabb rendszerről beszélünk, ami ráadásul kevesebbet fogyaszt, hisz nem kell annyi szén hozzá, és a többi, úgyhogy brutálisan jó, mindjárt látni is fogjátok, hogyha bemegyünk itt az irányító modulba, akkor megmutatom nektek még itt, hogy hogyan felszerelve maga a mozdonyunk. Sokat gondolkodtam, hogy ez hogy lehetne optimálisan megcsinálni, hisz itt már tényleg egy kifejezetten jó mozdonyt szerettem volna. Van itt kameránk, de amúgy először kapcsoljunk lámpát, van itt nekünk szénszintünk, illetve akkumulátor töltöttség, van egy közepes, végtelen energiagenerátor hátul a kocsiban. A kocsiban amúgy nincsen víz, mert nincs rá szükség. Viszont szén az van pluszban, hogyha kéne. De hogyha minden igaz, a mai útunkhoz nekem nem kell kézzel pakogatni. Ott egy tehén. Wow. kis out of context. Van itt boiler nyomásunk, illetve boiler temperature. Hogyha már fel van kapcsolva a system on-off, akkor igazából csak engine temperature-t kell adnunk. És már mehetünk is. Most adok neki 99 fokot, hogy előfűtsük itt a rendszert. Ameddig itt beszélek. Van egy sebességünk. 17.164. helyett 17.133 liter víz van benne maximálisan, nem álltam vele se előre, se hátra, úgyhogy ez a maximális mennyiségünk. Van egy fékünk, akkor itt lehet ugye az oldalsó fényszórókat, tehát oldalsó lámpákat kapcsolgatni, ugyebár. Ja igen, van egy szám, egy random számot felírtam az oldalára, csak hogy az is legyen, az csak ilyen a feeling miatt. És ugye itt elővilágít 3-3 kis lámpa. Valamint ugye itt lehet ugye a fényszórókat felkapcsolni, attól függ, hogy melyiket szeretnénk, ugye ez a távolsági. Ez pedig a kicsik, valamint van egy sípunk, elfelejtettem rakni az előző mozdonyba sípot, rajta van síp, ott van fönt az a kis sípocska, úgyhogy őt lehet nyugodtan használni, éjjellátó mód a monitornak, nagyjából ennyi. És mivel itt nem látunk mást, hiányolhatjátok a felszerelést, hát erre kell a szervizkocsi. Egyrészt a szervizkocsin kell az elektromos töltést bekapcsolni, úgyhogy ezt el is indítjuk, ráadásul ezt nem neveztem el, majd el kell nevezni lámpára, és mindig van valami, ami hibázik. Itt találhatók a felszerelések, a szenek, amúgy kevesebb szén található magában a kocsiban, mint a mozdonyban, de általában a szén az, ami hamarabb elfogy. Itt van egy thermal clothing, amit amúgy fel is veszek, mert éjszakra megyünk, a legészakibb remízbe fogunk menni. Itt találhatóak mindenféle fajta felszerelések, amire szükség lehet, igazából javítás, kötelek, hózék, elektromos kábelek, és a többik, van itt oxigénmaszk, illetve healing cucc, ilyen alap dolgok. Ide még amúgy bőven lehet, hogyha valaki igény szerint szeretné extra dolgokat berakni, de szerintem most ennél többre nem volt szükség. Nyilván szétcsatlakoztatni szét lehet, nem érdemes ezt az egészet, mert ez így jó, ahogy van, higgyétek el. Lehet, hogyha úgy van, akkor lehetne tölteni ezt is itt oldalt, de jelen pillanatban sehova nem vezet be, úgyhogy ez csak dísz. Magát a mozdonyt vízzel ott kell tölteni, illetve hogyha szénnel szeretnétek tölteni, akkor azt itt a tetején lehet megtenni. Itt a tetején vannak ezek a hopperek, tetejéről kell rászólni bármivel, igazából építetek hozzá valamit, ami tudja tölteni, az még szerintem egy feelinges dolog is, hogyha használjátok ezt a mozdonyt. Nos, a design az igazából ilyen kis egyszerű lett, mindenhol elfér, tehát majd ezt látni fogjátok menet közben. Nincs más hátra, mint hogy megmutassam, hogy hogy működik. Az optimális hőmérséklet neki, a magának az engine target temperature-nek, hogyha gyorsan akartok menni egy 150-160, ilyenkor 140 fölött is tud menni önmagában a mozdony. Viszont a mai részben ilyet nem fogunk megtenni, mert milyen teszt az, ahol csak magában megy egy mozdony, kell neki súly, úgyhogy azt a szerelvényt fogjuk elvinni. Lesz egy hát nem hálókocsi ez, hanem ez sima utazókocsi, illetve kettő darab ilyen konténerszállító, ugye mindegyiken egy-egy konténer található, összesen négy konténert fogunk vinni. Picit alakítottam, tehát fixen rögzítve vannak a konténerek, most nem akartam bacakolni az, hogy én pakolgassam fel, illetve egy telepakolt szenes kocsi, ami azért súlyban eléggé ott van a szeren, ott hátul pedig a titkos tolató mozdonyon van, mert valaki kérdezte, semmi extra, azt nem éri meg bemutatni, mert nem ér annyit. Csak mondom. Nos, induljunk el vele előre. Nincs más hátra, mint hogy leüljünk. Most benyomok neki egy 130-at. Láthatjátok majd kanyarodás közben is, hogy hogy fog működni a történet. És amikor megérkezik a kellő nyomás, akkor szépen elindul a mozdonyunk. Egy picit még adtam neki hőt. Nos, elindultunk szépen, majd itt a kanyarba próbálom úgy mutatni, hogy lássátok, milyen szépen veszi a kanyarokat igazából. Hát most azért így látszik szerintem. Nem igazán probléma neki a legélesebb kanyar sem. Nagyon megindultunk. Már 95-tel megyünk.
100, lehet ezzel rendesen menni. Kicsit kiengedjük a gőzt, csak hogy feelinges legyen, egy 10-re mondjuk lelassítjuk. Benyomjuk a reverser-t, ezt kinyomjuk. És most, amikor elindulunk hátra, láthatjátok, hogy a gőz itt jön ki a kabin mellett, ugyanis ott fújja ki. Úgyhogy nem megy el egészen a hátsó kocsig. Behúzom maradt a fék egy picurkát. Tolatni, ő is lassabban tolat, mint az összes többi mozdony. Ez igazából nem tudom pontosan, hogy miért van így, de hátra menetben általában lassabbak ezek a mozdonyok. Most csak az első kettő forgóvász hajt, ugye az első kettő dugattyú. Általában ezeknél ugyanarra gondolok. Szépen rátolatunk a vagonjainkra. Mondjuk, hogyha egy gőzmozdonyal egészen hazáig kéne tolatni, nem tudom mit csinálnék, mert ilyen 20-szal tud köbben menni. Jó, most nem engedtem rá nagyon, és már le is vettem a teljesítményt. Még 8-szal tolatunk. Ez nagyjából jó is lesz, csak fel kéne kapcsolni itt a gombot. Jó, oké. Összekapcsolódott? Összekapcsolódott. Nagyon szuper. Na, hát akkor meg is indulhatunk rendesen. Oda fogok neki pörkölni, mert messzire megyünk. Mindjárt mutatom is nektek, hogy hová. Először is mehet a teljes rendszer, és beadunk neki egy 150 Celsius fokot. Az a legjobb, hogyha a boiler pressure olyan 3 és 4 között van. Én úgy vettem észre, hogy akkor a leggyorsabb maga a kis mozdonyunk. Szépen elindultunk előre, most ameddig gyorsul itt a mozdony, megmutatom nektek, hogy ugye erről a Clark Airfieldről indulunk, szépen itt lefelé, itt egészen fölmegyünk, át a másik szigetre. A másik szigeten itt valahol kacsmaringozunk egy kicsit. A lényeg, hogy itt fogunk majd eljönni. Van itt egy ilyen, nem tudom ennek mi a neve ennek a szigetnek, Terminál Kamodó. A lényeg, hogy itt van ugyebár az a remíz, amin át kell férnünk, és utána egészen éjszakra fogunk menni, ami nem egy rövid út, mivel nagyon sokszor így össze-vissza kacsmarog, nem tudok erre jobb szót, kanyarodik az út, ezért sokkal többet teszünk meg, mint amennyi ez légvonalban, de légvonalban is egy 120 km lesz, amit most meg fogunk tenni, úgyhogy megindultunk, már szépen zakatol a mozdonyunk, egyelőre 89-el megyünk, most ugye bár azért van rajtunk súly bőven, úgyhogy meglátjuk mindjárt a kanyarokban, hogy viselkedik a kis mozdonyunk. Aztán hagyjuk majd, hogy szépen zakatoljon, elég sok szenünk van, ugye, hát itt a levelt azt máshogy írja, mint amúgy mint hogyha itt nézem, nem értem miért, mert ugyanazok vannak összeadva, valamiért néha más értékeket ad. Jó, akkor kapcsolunk egy lámpát. Jobban nézzen ki a történet. Fel lehet kapcsolni az összeset nyugodtan. Ja. És akkor láthatjátok, hogy a szerelvényünk milyen szépen szerepel a kanyarokban. A sebességét az szépen tartja. Most én azért leterheltem ezekkel a kocsikkal rendesen, hisz általában egy konténer se annyira könnyű, bár vonattal azt könnyű szállítani, ami igazán nehéz az utolsó vagonunk, mert az tele van szénnel, úgyhogy ha nagyon nagy gázon, akkor még az is fog majd segíteni. Míg itt alakul közben amúgy a boiler nyomás. Lesz majd egy szint, ahol ez be fog állni, és most 100 fölött megyünk, ami szerintem bőven jó így első körben, hisz hogyha 120 km, akkor az pont egy óra, viszont 120 km és kanyarog az út, úgyhogy kb. 2 óra lesz, mire odaérünk? Jesus! Hát azért reméljük, hogy nem. Lehet közben sípolni vele, vagy kürtölni, vagy nem tudom, ez pontosan minek minősül, ilyenkor azért elég sok gőzt engedünk ki. Úgyhogy arra vigyázni kell, hogy ez le tud esni bőven, szépen ugyebár megvan neki a hőmérséklet, úgyhogy haladunk előre. Srácok, találkozunk fent éjszakon, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyivel fogunk odaérni. Ami a lényeg igazából, az a mineral levelünk, ugyebár itt máshogy írja a core levelt, de majd ezt meglátjuk, hogy hogy alakul, valamint van itt nekünk egy voucher level. Ha nagyisten valamilyen utómódon lehal a mozdony, akkor megnézzük, hogy miért történt ez. Cunami nem bánthat minket. Úgyhogy sok sikert kívánunk ennek a kis mozdonynak. És akkor hát megnézzük, hogy reméljük nem fogunk... ott a kazán mellett nem fogunk fázni, hogy mennyi idő neki nagyjából felérni oda éjszakra. This road.
Hát srácok, nagyon úgy néz ki, hogy megérkezünk. Nem ide kéne, de meg fogunk érkezni, úgyhogy ezt gyors kiengedjük, és húzunk egy féket. Nagyon húzzuk azt a féket. Jó, oké. Na most az a helyzet, hogy nyilván itt én már figyeltem, hogy mikor érkezzünk meg. Nem ide kellett volna jönni, de nem baj, mert itt lehet konténereket lerakni, és valószínűleg nagyobb utat mentünk, mint kellett volna. Egy picit még hagyom, hogy előrébb gördüljön a történet. Nagyon régóta jövünk. Ti valószínűleg látjátok is, hogy milyen régóta. Több mint egy óra volt az út. A gőzmozdonyunk tökéletesen teljesítette ezt a távot. Jó. Hát, még gurulgatunk előre. Most már nem nagyon lesz több gőz itt valószínűleg. Ezt levesszük nullára. Több gőz most már nem fog itt nekünk termelődni. Megérkeztünk a helyszínre. Nos, hát hova jöttünk, és mennyi minden fogyott? Nos, hát végigjöttünk teljesen éjszakra, és igen, mi ide jobbra futottunk be, itt egy váltó nem volt állítva, elméletileg mindennek át kellett volna jól lenni állítva, ez még sőt össze. Itt jobbra jöttünk el, és ide érkeztünk, ahelyett, hogy tovább jöttünk volna, egyenesen is ide érkeztünk be volna középre. Ezt sajnálom, azt hittem, hogy jobbra vannak állítva váltók, de hát ezek szerint nem. Nos, mennyit fogyasztott a vonatunk? Itt az a kérdés. Azt mondja, a secondary display mutatja nekünk azt, hogy mennyi az aktuális vízkészletünk. 16.223 liter megmaradt, kevesebb, mint egy ezres fogyott, és ami nagyobb kérdés, az a szén. 95 egységet ír itt, ahol amúgy 370 valamennyit írt. Vagy 360 körül volt, itt fönt pedig 1330-at ír. Nem emlékszem, mennyi volt eredetileg, de hát ugye elhoztuk a vagonjainkat. Kicsit aggódtam, mert nem volt bennük keep active block. Még gurulgatunk előre. Természetesen itt vannak a vagonok. Fontos ezt így ide, lehet, hogy le se lehet spónolni. Azt nem tudom, hogy sima
Train Stationre le lehet-e spónolni. Az ott felénk jön? Nem tudom, hogy amúgy volt-e bármilyen katasztrófa menet közben. Én nem tudok róla, mert úgy be kell húzni a féket csutkára. Csutkán van a fék, és még így is gurulunk előre. Az baj? Az baj, mert jön egy cunami. Ezt most nem én indítottam, ezt láttátok volna, hogyha én indítottam volna, ez full random. Deszünk, megvárjuk. A mozdonyunk az tökéletesen jött. Nem tudom, milyen átlagsebességet hozhattunk, én ilyen 110-re tippelek. Sac per kb. Úgyhogy... Az most miért füstöl? Az most miért füstölöm? Ki kell engedni a maradék boiler... pressure-t. Még van egy kicsike. Ojjaj. Elmerültünk. Basszus, nekem van levegőm. Mi történik? Haló? Meg fog halni, haló? Most eltúszunk. Ne! Nem tudtam hílelni. Meghaltam! Oké, nincs gáz. Nincs gáz, megvan a vonatunk. Elment a hullám, elvitte az összes konténert. Ez úgy mekkora szívás lehet akkor, amikor az ember rendesen játszik, és... Felrakta a tetőre a konténert! Na jó. Oké, rendítsek. Mozdonyunk az természetesen áll, mint a cövek, úgyhogy azzal nincs probléma. Kicsit gőzölög még, füstölget, de hát az most nekünk absolutely not a problem. Hősként elérkezett idáig, szerintem jól bírta az utat. Igazából törés és bármilyen gond nélkül eljöttünk ideig, láthatjátok, hogy a kocsik is rendben vannak. Azért ez egy nehéz szerelvény volt, tehát szerintem ez a sebesség is tökéletes. Visszamentjük a vonatunkat, és még itt a végén megmutatom nektek, hogy hogy néz ki ennek a mozdonynak a kötése, hogyha valakit esetleg ez érdekel. Ugyebár nézzünk egy olyat, hogy Logic, ez a Logic kötésünk. Van benne egy egyedi kontroller igazából az összeadáshoz, láthatóak itt fönt a mineral hopperek, ugye ezt is meg tudom mutatni, fönt ez itt végig a széntartaléka, ugye illetve hátul itt van a kocsiban a széntartalék, hát igen, ezek a design blokkok és egyéb pumpák, meg ott látszik ugyebár maga a boiler is. Sok minden apróság. Amúgy nem annyira bonyolult ez az egész szerkezet. Kompozit jelünk nem igazán van. Az elektromos hálózat az ilyen szoszó méretű. Ugye itt van lent, itt a hosszú hát ezt nem fogom tudni nektek jobb megmutatni, itt a látszódgat, de itt van lent amúgy az Infinite Electricity Generator, hogy az is legyen benne. Video control, ez igazából csak egy videójelünk van, és igazából a kábelezés, ami érdekes, ugye rommá van kábelezve, ugyan itt kell bekábelezni a csöveket, illetve az elektromos kábeleket és a többit. Úgyhogy így áll össze a mozdonyunk, srácok. Nagyon remélem, hogy tetszik nektek ez a mozdony. Írjátok le, hogy szerintetek mennyire király, mennyire stabil egy mozdony, és hogyha minden jól megy a videó feltöltésekor, ez a mozdony, és most már a Big The Biggest Boy is fel lesz töltve, neki nincs fantázia neve, de szerintem nagyon jól sikerült, ha szeretnétek, próbáljátok ki és használjátok, természetesen a csatlakozókat az elején, a hátulján át lehet alakítani, illetve egy fontos kérdés, mennyibe kerül ez a mozdony? 51 ezerbe. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor ez a mozdony költséghatékonyabb, mint az eddigi szerintem bármelyik mozdonyom. Ugye az ilyen atomenergiás és egyéb nagyobb mozdonyok általában ilyen 80-90 ezernél kezdődnek, hanem 100 ezer. Ez egy 50 ezeres gőzmozdony, de ez long range. Tehát felmentünk északra, ami alsó hangon 120 km, én inkább olyan 150-160-ra satszolnám ugye a sok-sok kanyargás miatt. Úgyhogy srácok, nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztek ezt a videót, komment szekcióban értékeljétek ezt a mozdonyt, illetve hogyha szeretnétek, workshopból le fogjátok tudni tölteni. Köszönöm szépen, hogyha velem tartottatok, én Stark voltam, jók lehetek, sziasztok!